And here you go. One, two, three. Hop. Ez az a mód, ahogy soha életemben még nem láttam, hogy valaki fagyit készítsen. Ültél már Teslába? Még nem. Komolyan? Na, megkérjük majd, hogy nyomjon egy gázt. Van benne egy 5-6 játék. Ez a Falco Heavy, ez a brutál. Isten. Hello. Na hát a mai utazás az három okból is hihetetlenül izgalmas és különleges volt. Micsoda? Azt hittem, baj. Júj. Nem. 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 Előtt elmondanám, mi ez a három dolog, ami miatt nagyon különleges a mai utazás előtte. Itt a negyedik dolog, ami miatt nagyon különleges. Életemben először pont Dubajban, ahol nem is gondoltam volna, elvesztették a bőröndömet. Hi, I'm sorry. I didn't get my luggage. Okay, thank you very much. Hi. That's mine. It is something as naked. Szóval az első dolog, ami miatt ma nagyon különleges volt ez az út, az az, hogy egy Teslával mentünk ki a reptérre. Igazából külön rendeltem ezt a Teslát, de van egy taxitársaság, ahol van rendes Tesla, mint taxi. Tehát hívsz egy taxit náluk, akkor lehet, hogy egy Tesla jön ki, érted? A második az az, hogy ez volt életem leghosszabb repülése eddig, közel 6 óra volt. Ugye ezt már mondtam sokszor, hogy nagyon messzi helyekre még nem mertem elmenni, tehát ilyen 9-10 órás repülőutakra nem mertem még elmenni. Viszont ez rávilágított arra ez az út, hogy simán kibírok még. Tehát még 4 órát ott kellett volna a repülőre, egyáltalán nem zavart volna. Úgyhogy hála Istennek ez az egész út rávilágított arra, hogy simán kibírnék egy hosszabb utat, úgyhogy idén biztos, hogy fogok menni nagyon-nagyon messzire. És végül ez volt az első olyan repülő utam, mivel ez volt az első hosszabb utam. Szóval átjöttünk az éjszakába a nappalból, otthon még csak délután volt, délután lett volna, amikor megérkeztünk, ilyen 7-8 lett volna, itt azon 10-10 körül érkeztünk meg. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy élmény volt, a naplementit végignézhettem a repülőről. Szarohat, hallod? Hány fok van? Az a durva, hogy Dubajban a taxi, mindenhol légkondi van, de úgyhogy észre sem veszed, de pont jó idő van mindenhol. Most kijöttünk a napra. Úristen, kurva, hány fok lehet? Az hallod? 40 biztos. Már csinálj valamit, hihetetlen. Ezt nem hiszem. Jelenleg körülbelül 2,5 óra jönünk taxiban. Egy órás útra jöttünk ide a mecsethez, Abu Dhabiba. Viszont a taxisunk azt se tudta, hogy hova akarunk jönni, és először egy rossz címre vitt minket el. Aztán most le fog halni a kocsi. Utána elnézést kért, majd megkért egy másik taxist, hogy ő követve elhoznak ide minket a mecsethez, ami egyébként ott van, viszont már 25 perce képtelenek vagyunk bemenni. Na, hát megérkeztünk. Először is lerobbant a kocsink, másodszor is ugye jóval több volt az út, mert eltélt az úr, harmadszorra pedig rányomott a cashre, úgyhogy kártya akartunk fizetni. ATM-et keresünk, hogy ki tudjuk fizetni a taxit, mielőtt bemegyünk a mecsethez. Vagyunk a mecseten, nagyon-nagyon meleg van, azért vagyunk így megizzadva, ne arra ugyatok. Abszolút megért egyébként ezt a másfél órás utat, ez a látvány, ami itt fogadott minket. És egyébként valamilyen szinten, ahogy átjöttünk Dubajból Abu Dhabiig, ilyen marokkói sivatag feelingje van az egésznek. Nyilván Dubajnak nem, mert annak megvan a maga feelingje, meg hát az olyan, hogyha egy ilyen álomvilágban lennél, de így közte, meg így Abu Dhabi is, az ilyen tök ilyen marokkó feeling. Harmadik naphoz.
Holsz, már a harmadik nap délutánján vagyunk, mert kb. Egy 2-2.5 órás út volt idáig be a sivatagba, hogy beérjünk. Most itt vagyunk a sivatag szélén egyébként egy csomó terepjáróval, és oda fogunk elindulni befele a sivatagba, a semmibe. Egyébként eddig is a semmibe jöttünk, ugyanis itt mögöttem van egy autópálya. Tényleg 2 órán keresztül a semmi közepén a sivatag között jöttünk folyamatosan. Nagyon hosszú és tartalmas napon még nem vagyunk túl, de eddig is az volt már. Itt vagyunk Barnival, bázisunknál vagy a kempünknél. Igazából ami a cél volt, ugyanis itt este lesznek műsorok, ilyen fényjáték, meg tűzzel fognak játszadozni, meg ilyenek. Ezen kívül pedig a lényeg az volt, hogy végignézhettük a naplementét, ami már lement. Csak úgy néz ki a további része az estének, hogy bejöttük ebbe a kempbe, amit előbb már mutattam nektek, és itt vacsorázhatunk, miközben lesz majd valami show. Úgyhogy kaptunk egy csomó kaját egyébként. Az a legviccesebben, hogy a fejéről nem is tudjuk, hogy micsoda. Ez tuti humusz. Az humusz, de például ez valószínűleg valamilyen káposzta saláta. Ez nem a palacsinta. Ez nem a kenyér? Nekem nem a palacsinta. Ugyancsak nem tudjuk, hogy ez mi. Kaptunk rizset, tésztát. Megint csak nem tudjuk, hogy mi. Rizset vagy rizs? Az az igazság, hogy eddig mindenhova taxival mentünk. Dubajban nem nagyon vannak járdák, hanem tényleg csak utak vannak, és oké, hogy tele van. Oké, hogy tele van magas épületekkel, és úgy érzed, hogyha közel lennének, de egyáltalán nem, szóval... Ha nézzük itt az épületeket, például a Burj Khalifához elérni fél óra taxival innen. Úgyhogy közben meg úgy néz ki, mint hogy egy 2 perces séta lenne. Éppen ezért mindig taxival közlekedtünk, most viszont a sípályához ki szeretném próbálni, hogy milyen metrózni, ugyanis ilyen brutális modern metrók vannak. Igen. Ami annyira ellentmondásos. Megyünk síelni Dubajba, és nem csak hogy síelni 40-50 fok között, hanem egy mallba megyünk síelni. Tehát mint hogyha bemennél otthon az Arena plázába, és az egész pláza, gondolom, ki lenne alakítva egy sípályává. Tulajdonképpen eddig olyan az egész, mint hogy egy átlagos plázában lennénk, sétálsz, csomó ember van, mindenki megy vásárolgatni, vannak rendes boltok. Van egyetlen egy furcsa dolog, ami otthon nem annyira van. Vannak olyan standok, ahol állnak emberek és ingatlanokat adnak el. Szóval, ha valaki bejön vásárolni egy kis ruhát, akkor lehet, hogy megállít és vesz magának egy pár ingatlant is egy-egy új épületben. Ő például éppen most próbál meg nekik valószínűleg eladni egy ingatlan. Megjöttünk nekünk. Hi, would like to go skiing and snowboarding. Hát ez egy kicsit körülményes volt, hogy őszinte legyek. Először is nem akartak beengedni minket a kamerával, legalábbis azt mondták, hogy a marketing csapatot meg kell kérdezni, ezért megkérdezték, nem vihetjük be a sípályára, konkrétan a pályára nem vihetjük be a kamerákat, úgyhogy Barni el fog menni snowboardozni, én viszont egy másik ilyen program dologra megyek. Egyébként jól ki van találva, mert egyébként választhatsz különböző programok közül. Szóval itt nem csak síelni tudsz, hanem tudsz bobozni, és tudsz ilyen felfújható labdába belebújni, ami utána lepattog a pályán. El tudsz menni ilyen kalandparkba, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy egy plázába ezt hogy oldották meg, hogy ennyi minden legyen, de a prospektusban ennyi dolog közül tényleg tudtál választani. Hát ez mindig probléma, hogy a méretemet eltalálják, most se sikerül. Barni, tisztában vagy vele, hogy kint 46 fok van? Aha, azért jöttem egy kicsit hűsölni. Miért van egy snowboard a kezedben? Annyira abszurd, annyira beteged. Jó, hát ez. Figyeljetek, beszélni róla nem nagy dolog, de amikor itt állsz és ezt így felfogod, hogy itt vagyok egy plázában, rendes hóban állok, mint a tél lenne, és úgy érzem, hogy tél van, hát ez nagyon fura. Egyébként a hónak picit más színe van, most nem tudom, látjátok-e, de egy picit máshogy néz ki, és ilyen jegesebb, viszont hó.
A következő hihetetlen dolog az, hogy nem csak sima sífelvonók vannak itt, hanem van rendes beülő sífelvon, amin éppen ülünk, és tartunk felfele a sípálya tetejére, a plázában. Már az magában abszurd, hogy Dubajban, overában ülök, és egy picit fázok is, de ami még abszurdabb az az, hogy egy hüttében ülök Dubajban. De ez a plázás sípálya dolog, ez egyáltalán nem csak egy sípályában merül ki, hanem sokkal több dologban. Hát amit lehet, az besűrítettek ide. Szóval azon kívül, hogy van egy sípálya, mögöttem egy kék sípálya egyébként, mögöttem pedig az épület tetejében ott van egy piros pálya, szóval pirosan indulsz, végigjössz, itt egy barni, innen pedig lefele egy kék pálya vezet. Ezen kívül tudsz menni ilyen kis gumikon lefele, ez is benne van egy csomagárba egyébként, hogy így mindegyiket kipróbálhatod. Szóval be tudsz ülni ilyenekbe is, és végig tudsz velük menni a sípályán, ne tudsz velük csúszni. Ezen kívül van ilyen bobpálya is, rendes ilyen versenybobpálya, belősz egy bobba, egy olyan piros kis bobba, és van egy külön pálya neki, ami végig levezet az épület aljára. És ezen kívül van még... Van még egy lehetőség, amit fentről tudsz csinálni, tehát amihez magasság kell, az pedig egy ilyen zipline, ami innen a két szint közül az első szinten lévő hüttéből megy le. Na és akkor végül itt alul, hogyha lejössz, itt vannak, hát ez inkább gyerekeknek szólt, nem? Itt van ez a nagy labda, amiben hogyha beszállsz, akkor levattogsz itt végig. Szóval egy ilyen labda, ezen kívül vannak ilyen kis gumik, viszont ez már tényleg gyerekeknek van. Az a helyzet, hogy itt körülbelül 6 óra van este, ilyenkor megy le a nap, ez egyébként fura, mert otthon ilyenkor még nem megy le a nap, és annyira nagy a különbség, amikor bentről kijövünk, hogy azon a bepárásodik a kamera, és ez most is így történt. Elérkeztünk a videó végéhez, most viszont jöjjön még Dubajról pár szó, röviden. Tehát dobd már ide a törülközöm, nem kell felállnod. Először is kettő dolog maradt ki a vlogból, ahol voltunk, csak hogy beszéljek róla egy picit. Voltunk jetskizni, ami azért maradt ki, mert egyáltalán nem tudtunk videózni, akkora hullámok voltak. Sőt, le is robbant az egyik jetski, aki követ Instagramon láthatta, mert Instastoryt azért kiraktam róla. Le is robbant a három jetski közül az egyik. Igazából az enyém robbant le, átszállt rá a vezetőnk, a túravezetőnk, és utána haza kellett vontatni. Úgyhogy az egy órás túrából lett egy bő két és fél órás túra. Ami pedig teljesen kimaradt, az a helikopter túra. Még egy picit dolgoznom kell ezen a tériszony leküzdésen, mert ahogy felszállt a helikopter is így, de tényleg csak egy 10-20 méter magasra felszálltunk, én már ott beparáztam, és azonnal becsuktam a szemem, és úgy voltam, hogy ki se nyitom. Egyszer kinyitottam menet közben, akkor viszont lenéztem, és annyi, ott volt egész Dubaj, na hát mondtam, hogy ha picit jobban kinyitom, akkor azonnal szólok, hogy szálljunk le, mert végem van, komolyan végem van. Összességében szóval imádtam ezt a hetet, nagyon jól éreztük magunkat. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, kövessetek Instagramon, valahogy van az Instagramon, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!